Balhéval indult újra Lajcsi pere. Rosszul lett a bíróságon, ő maga mondta el miért. 2 év 4 halasztás és 2 érdemi tárgyalás után. Bírói figyelmeztetéssel kezdődött újra tegnap, Galambos Lajos büntetőpere. Azok a minősítések, amelyekkel ön a vádhatóságot illeti. Túlmennek a normális kereteken, fogalmazott dr. Vas László, miután a 30 millió forint értékű áram. Víz- és gázlopással gyanúsított zenész felháborodottan kérte ki magának a vádirat megfogalmazásait. Lajcsi nem viselte jól a bírócsere miatt újraindult eljárást, rosszul lett a tárgyalóteremben. Feszengett, előre-hátra dőlt, többször is ivott. Kialvatlanul érkeztem a bíróságra, és ahogy meghallottam, hogy korábbi panaszom ellenére a vádiratban továbbra is bűntársként szerepel a feleségem. Kiborultam, kiszáradt a szám, kerülgetett a hányinger, ezért kértem meg az elsőként távozó ügyvédet, vigyen onnan. Egy autószerviz mosdójában szedtem össze magam, magyarázta a mulatós zenész. Borzasztó volt hallgatni a bíró úr összefoglalóját. Főleg a feleségem vonatkozásában, miszerint 94 óta a bűntársam. Ez teljességgel megalapozatlan. A nejem azért került előzetes letartóztatásba. Hogy engem zsaroljon és nyomás alá helyezzen a vádhatóság. Ezek az idézetek számtalan valótlanságot tartalmaznak. Aljas a vád. A kínos helyzetet Lajcsi ügyvédje próbálta menteni. Védencem nem jártas jogi ügyekben. Érvelt dr. Frölich Krisztián, aki közben szúrós szemmel nézett Lajcsira. Láttam, hogy Krisztián kétségbe volt esve, de nem tudtam visszafogni magam. A bőrömből nem tudok kibújni. Akármilyen a bírósági rendtartás. A jövőben sem leszek képes megfékezni magam, ha gyalázzák a feleségem. Ettől függetlenül sajnálom, hogy így történt, és tudomásul vettem a bírói figyelmeztetést, mondta Galambos Lajos. A feleségem már tegnap látta rajtam. Mennyire feszült vagyok az újrakezdés miatt. Ezért végül úgy döntött, elkísért, pedig neki már nem kellett volna megjelennie. Lajcsi ettől függetlenül jó benyomással van az új bíróról. Felkészült precíz szakembernek tartom, de nehéz dolga van, mert a teljes anyag 56 ezer oldal foglalta össze Galambos Lajos. Aki már most tart a májusi folytatástól. Hozok nyugtatót. 9 vádlott maradt. Galambos Lajos 125, felesége 12 napot töltött előzetes letartóztatásban. 2 éve ért véget a 447 napos nyomozás. Majd 2017 júniusában kezdődött a bírósági szakasz. De távolmaradások miatt 1/2 évet tolódott. Aztán a bíróság indítványozott halasztást a lefoglalt bűnjelek rendezése miatt. A tavaly márciusi tárgyaláson a védőügyvédek kérvényezték az elnapolást. A tavaly novemberi tárgyalás a bíróság működésében felmerülő ok miatt maradt el. Majd jött a bíróváltás és az újrakezdés. Mostanra 9 vádlott maradt a 11-ből, mert 2 elhaláloztak.